Kérdezd meg. Barátommal, saját magam, kávénk mellett elmélkedünk. Olvasunk, írunk, elemzünk, remegő térdel ülünk. Azaz csak az én térdem remeg, másik énem nyugalom. Mint dicső magyar déli bába hortobágyi ugaron. Idegességem oka nem más, egy jövendő vallomás, melyet én teszek nekem, még ha emiatt lehet, hogy saját magammal össze is veszem. Kérdezzem meg, ne kérdezzem. Mitől félek? Magamtól. Hogy olyan válasz érkezik, mint egy műveletlen barakból. Nem tudom, mi legyen. Tétován szállnak tovább a percek, bennem a félelem egyre erősebb, miközben tikkaszt a kíváncsiság. És szomjamat csak a kérdésre kapott válasz oltja. Merem-e megtudni, mi lelkemet úgy nyomja? Megkérdezem, felvállalom, egy életem s egy halálom. Saját magam véleményét nem lehet nem megtalálnom. Így jött el a pillanat, mikor is fordulok magamhoz, csak ketten vagyunk. Skizó és én egy arc jár a kalaphoz. Ide figyelj! Érdekele, szimulátor? Kecske. Jól hallottam? Kecskemét. Nézek fel az újságcikkből állva. Jártam már arra Bács-Kiskunvára. Autógyár, színház, főtér. Mi kedves emlékek, mikor ő és én egy csodálatos tavaszi délután bánattól mentesen andalogtunk az utcán, és nem. Nem, 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 nem! Szó sincs itt városról. Komoly kérdés, halld meg szavam. Megjelent egy játék. Hogyan vehetném komolyan, főszereplője egy kecske, buta állat, csacska, súlyra, mint egy Bernie pásztor, de lehet, hogy kicsit nagyobb bacska. Szóval kecske. Jön, megy, szelíden, tekintete ártatlan, de amit művel, az felháborító, sőt, hallatlan. Nem értelek. Azt mondott szimulátor. Egy kecske pedig legel, mekeg. Egy gyereknek békésebb programot elképzelni sem merek. Egy kicsit más a helyzet. Pontgyűjtés, robbantás, Easter egg hegyek. Mint egy kecske GTA, hogy egész pontos legyek. Mekkora a pálya? És a küldetések száma? Aztán gondoltak-e a jó aláfestő muzsikára? És a grafikája? Működik a fizikája? És mennyi az ára? A pálya csöpp, a küldetések se sokkal több, a grafikája gyenge közép, zenéje mint egy turmix gép, a fizikája elég demo, de legalább nem drága. 10 euró. Micsoda? Pénzért adják. Ezt emberek vásárolják. Van benne Michael Bay tonnaszám, meg sátánista rituálé. Persze, miközben a fejlesztőkhöz talicskán dől be a lé. Itt a párbeszédnek hirtelen annyi. Bizonyítottam magamnak. Ez egy drága gagyi. Ez a játék ennyit tud. Fin, finito, vége. Ennél többet igazán nem lehet kihozni belőle. Kísértetiesen hasonlít arra, amit úgy hívunk Csubakka védő taktika.
Az értelme, hát nem tudom, annyi, mint kihajolni egy csukott ablakon. Lehet, de fáj, és hosszú távon nem tanácsos, az üvegszilánk ugyanis az egészségre káros. Ez utóbbi nem biztos, csak megérzés. Megvárom, mit mond a jelentés, mert felelőtlenül jósolni nem erény. Brit tudósoktól jön majd az eredmény. Visszatérve hozzád, ifjú vándor, kinek nem volt még része a világ bajából. Mivel eddig hallgattál, jutalmad legyen jó tanács, hálából. Ha demóért fizetnél, megteheted, de ne csodálkozz, ha utána a fejed a falba belevered. Hiszen jobb helye van annak a 10 eurónak, ami ugye elsőre nem tűnik égbe kiáltónak, de egy béta demó ennyiért túl drága. Főleg, ha ilyen keveset ad a szórakozásra. Ha lesz egyszer akció, az ára pedig, mint egy kiló nem belezett dió, akkor azt mondom, hogy jó. Mert úgy nem süthető rád a bélyeg, hogy ni. Ez egy ostoba ebb. Egy mindenevő. De nem is ebb. Inkább egy kecske.